Ölcsesség. Ugye most, hogy csinálom a, a papi eredet neveseket, rakom be, ugye minden betűbe bele kell mennem, ahogy szerkeztem, És amit már mondtam, hogy megláttam azt is, magát a teremtést is, hogy hogyan teremtődött ez az egész, hogy miért van az a rettenetesen sok A betű a folyékony szeretet. Mondom akkor először ezt, hogy úgy néz ki az egész, hogy van egy folyékony szeretet óceán, és ezek a betűk azért kellett úgy rajzolnom, vagyis úgy raknom, amikor rögzítettem be, hogy a folyékony szeretet a betűk, kis a betűk, és az egy folyam egy hatalmas nagy ö, energiamező, ez a folyékony szeretet, ami van. És azt képzeljétek el, hogy amikor raktam a neveket, már a, a másodiknál, vagy a harmadiknál, nem tudom, ott már úgy szerkesztette velem a teremtői energia, hogy először... Ö, be kellett raknom a kis a betűket, és nem is számoltam, tehát nem fejjel, ez nem mentális rögzítés, hanem én ilyenkor egy más tudatállapotban vagyok, benne vagyok az energiába, és az energia csinálja rajtam keresztül, én meg ugye a cselekvő teremtője vagyok. Tehát ezek így válnak aktívá. Mert addig, amíg nincs élő, teremtői forrás energiával, ugye én mágikus tűzfény vagyok, kozmikus, teremtő, teremtő forrás, tudás, energia vagyok, és élő. Ugye azok a hatalmas, nagy élő energia, impulzusok, amik mennek át rajtam, és amikor ez információ adódik hozzá, akkor az egy speciális információvá teremtődik meg, amúgy meg csak egy hatalmas, nagy, semleges, mágikus tűzfény vagyok. Jó, és amikor, tehát mennek ezek az információk, és magától, mm, mm, magától mutatja, ahogy belemegyek a, az adott, most itt a papi nevekbe, a, a bizonyos névbe, és nagyon mélyen benne vagyok, először fel kellett raknom a folyékony szeretetből annyit, ezt nem számolja az ember, hanem csak az energia mutatta, hogy hányszorosan kellett bemásolnom az A betűt, nem gondolkodtam. De a hosszú sorba az A folyékony szeretet, A folyékony szeretet, A folyékony szeretet, meg se számoltam, ez egy ilyen folyamként először így belett másolva, egy sorba, és aztán jöttek a, a többi betű, amit tudom én, a G vagy a B, és most itt majd a bölcsességet szeretném elmondani, de mert az, az többenet élmény volt. E, és maga az olyan az egész, mint amikor ebbe a folyékony szeretetben, egy pipettával, egy másik minőségből, cseppentesz. És ezek pedig cseppentett ö, minőségek. Tehát mondjuk a bölcsesség az van, tehát hogyha ugye, hogy hogyan alkotta meg a teremtő ezt az egészet, volt a folyam, és mire van szükség. És így állt és néz. A létbe, kell, létbe hív egy szükség, egy minőséget. És akkor állsz ott a folyam fölött, a szeretett folyam fölött, a folyékony szeretet fölött, és akkor azt mondja a teremtő, hogy na, most teremtek egy olyan minőséget, aminek, na, vegyünk csak egy titettet, rakjunk bele egy kis bölcsességet. Rakjunk bele egy kis... Valódiságot, szavahihetőséget, hitelességet. Csepp. Rakjunk bele egy kis Hm, mm, mm, Na ebből mi lesz? Rakjunk bele egy kis mesteri tudás hangját. Nézzük meg akkor mi lesz. Na, és hogyha rakunk még hozzá egy kis misztikus gyógyító szellemet, azt kölcsön annan, onnan, ahol már megteremtettük, egy bazi nagy mezőként, és akkor átnyúlunk egy másik kamra a teremtésben, az információból, és ugye vannak a misztikus gyógyító szellemek, na csekpentjünk abból a fajta misztikus gyógyító szellem, teljességminőségből, mondjuk a Baharáknál a H betű, az ugyanaz, kap egy ilyen cseppentést. Értitek? És, és aztán, amikor így ránéz, erre a folyékony szeretetre jó. Azt mondja, bölcsesség. Oké, okay. B, folyékony szeretetem vagyunk, tehát azzal nem is kell foglalkozni. Csak a B, a H és az R bizonyos pontokra belekerül. Az sem mindegy, hogy, hogy mennyi, töltést hagyunk utána, tehát folyékony szeretetből, hány szorosan van törtelve. Mögötte ugye az is adja az erejét, tehát az, az, ad neki egy kiterjedést, igen, ez a kiterjedés. És akkor így összeáll, és akkor így hátrébb lép a teremtő, és azt mondja, Bahara, 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 de jó ég, de jó ég! Atya ég, micsoda csoda ez így! És amikor így belementem ezen belül a bölcsességbe, azt kezelte el, hogy ugye vannak olyan minőségek, ami, ami, ami már természetesen bennem van élően. Na most az a helyzet, hogy a bölcsesség ezek szerint nem volt meg bennem még, teljesen kiérlelve, nyilvánvalóan voltak már belőle részletek, de miután ez ötös denzitás, és, és hát az egész ötös denzitásnak gyakorlatilag a fő, a, az ötös denzitásnak a fő motivuma, tehát az egy nagyon-nagyon-nagyon komplex, összetett ö, minőség, ami, ami, a, ami a teljessége a bölcsességnek. Hiszen azért gyakorolja annyi ideig, azért vannak olyan sokáig ötödik dimenziós létezőként, mert hogy az ahhoz nagyon-nagyon sok tapasztalásra, lélektapasztalásra van szükség. Szóval az, az, az azért pár millió évig is eltarthat, Uh, mire azon úgy végig megy az ember, vagyis nem az ember megy azon végig, hanem a szellem és a lélek, uh, és hát emberként is. Igazából itt lenne a földbolygón, mi eddig nem is gyakorolhattuk a bölcsességet, hiszen a harmadik dimenziónak is annak a, ugye, a, a sárga szint, tehát ott az akaratot gyakorolja az ember, gyakorlatilag. A négyes dimenzió denzitásban ugye a, a, zöld szín, ugye a szívcsakra szintje, ott a szeretet, a szeretetet gyakorolja, és az ötös denzitás, az pedig a bölcsesség a kiérlelése. Jó, és hát ugye ott még nincs ez a bolygó, úgyhogy azt még nem annyira tudjuk. Na most, amikor belementem ebbe a bölcsességbe, ilyen erősen, határozottan tisztán, még sose éreztem, hogy bam, becsapódott a melkasomba, a szívembe a csomag, a teljes információs csomagja a bölcsességnek, és, és hát jó nagy szívdobogással járt, jó nagy levegőket kellett rávennem, de először csak egy zárt csomagként éreztem a melkasomba, és csak figyeltem be, és figyeltem be, és hagytam, hogy nyíljon. Hagytam, hogy nyíljon a melkasba, a szívembe. Jó nagy mély levegő, most, hogy beszélek róla, megint jó nagy mély levegőket kell vennem, megint érzem ugyanazt a, az energiát, hiszen mindig az van, amire rakjuk a figyelmet, az válik valóságá számunkra. Ha a hülyeségekre figyelünk, akkor a hülyeségeket teremtjük, az válik valóságra számunkra. Ha például én nagyon mélyen a bölcsességre figyelek, akkor megjelenik bennem ez a teljes mező, energiamező, információs mező, frekvencia, és hatni kezd bennem ott, ahol ez ki tud nyílni. És bizony ki is nyílt bennem, ugye a nyílásnál, mivel minden információ, energia szeretetbe van csomagolva. Na hát Isten hozott a folyékony szeretetbe minket, tehát maga ezeknek az információknak a, a csatorna áramlása maga a folyékony szeretet. Tehát azon keresztül tud megérkezni. Na most, ha valaki le van zárva a szeretetre, ha valakinek be van zárva a kristálycsakrája, hogy ez szilánkosra van törve, ha valakinek be van zárva a szíve, akkor ez a folyékony szeretet nem tudja eljuttatni, azokat az információ cseppeket, amivel le van cseppentve, amitől egy bizonyos, meghatározott csomaggá válik valami. Tehát ez az, erre, ezért lett szüksége az emberiségnek erre a lebutított koronacsakrás csatornázásokra, amikor a búta, búgyuta, Mentális struktúráján keresztül, a fejtetőn keresztül próbált az információkhoz hozzájutni, na de annak meg az a cikise, hogy az nem tiszta, hanem ott ugye a teljes mentális struktúrádon, amit ugye fel is rajzoltam, hogy milyen gyönyörűen néz ki, azon végig kell annak galopíroznia, és emiatt a mekkora mentális katyvasz. Van az ember feje felett, háromdés, és spirituális mentál, azon mind át kell vergődnie magát, és, és, ott keresi az információkat a fejed felett, és ettől van az, hogy ennyi sületlen ökörséget beszélnek, hogy ettől beszélnek annyi hagymázas marhaságot a csatornázók, és hűítik egymást vele, és ettől van az, hogy ilyen fényéveket hosszan körbeteker közösen, rózsaszín nyúlnyán ragacsosan beszélnek a csatornázók, ami gigantikus sok energiát lop el közben, amire ez így végigmegy ezen a struktúrán, a fejük feletti marhaság struktúráikon, és lesz belőle egy ökörség, Információ halmaz, jó hosszan, energia nélküli, uh, sőt, igazából energia elszívó. Jó, tehát oltári nagy különbség, hogy a szívbe komplett komplet, teljesség csomagként bemegy, ki tud nyílni a szívbe, és akkor vissza a bölcsességhez, ez most itt speciálisan, amikor ez elkezdett, elkezdett kinyílni, akkor azt képzeljétek el, hogy volt az a pont, amikor ugye már éreztem a nagyon nagy szeretetet, ugye, hogy a rétegek nyílt, nyílt, nyílt a csomag, na hát ettől persze mindig jön egy jó erős sírás, mert hát akkor a szeretet, tehát ez, ez ennyi szeretetet elbírni, és, és a szeretet mögött nyílik ki, tehát emögött a folyékony szeretet mögött nyílnak ki azok a speciális információk, amik bele lettek cseppentve. És, és a bölcsesség, ahogy így elkezdett nyílni bennem, az első, ami megjelent bennem kérdés, és ugye ezt is mindig tanítjuk, hogy kérdés csak akkor tud benned megjelenni, hogyha ott van a válasz. Addig nem is jut eszedbe olyan kérdés, amit kérdezhetnél, amíg nincsen meg, meg benned ez a válasz. Tehát ez teljesen fordítva van, mint ahogy a mentál fej hiszi. Úgyhogy tehát amikor kérdezel, akkor, akkor az azért lehetséges, mert már ott van a válasz, és ki akar nyílni, és, és egyszerűen tol neked a, egy kérdés, hogy kérdezz már rám! És... Itt most nekem azt lökte, és annyira lehetett érezni, hogy a kristály csakrában lüktet a teljesség csomaga a bölcsességnek, és rá kellett kérdeznem, hogy mi a mi a színe? Mi a színe? És azt kértem, hogy szeretném látni a színét, és kezdet kell, hogy annyira gyorsan jött a. A válasz, de nem színként, hanem egyből lehetett érezni, hogy az A-E-E-I szabályosan lehetett érezni a csatornát, hogy a kristálycsakránból E egy a számon jött ki. Tehát, És ki mondta a szám, hogy magenta? És ez nem kérdés. Na, hülye, vagy pazsáng, azt sem tudom, hogy néz ki a magenta. Mondom, <laughs> köszi? Oké, okay, magenta. Jó. Tehát a bölcsességnek a színe az magenta. Ez olyan határozottan egyértelmű volt, hogy ez nem kérdés. És akkor így mondtam, hogy jó, akkor de szeretném látni is, És nem tudtam feljebb húzni, úgyhogy nem, nem láttam, úgyhogy kénytelen voltam beírni a Google-ba, hogy hogy néz ki a magenta. Hát gyerekek, és amikor ránéztem, Úr Jézus! Hát most már akkor értem, hogy, hogy a, ez a püspök lila, meg ilyesmit, tehát hogy a papoknál miért van ez a, ez a lila lilának a mindenféle árnyalata. Hát ezért. <laughs> ez innen jön. Jaj, hát valami döbbenet élmény volt. Na, élővé vált bennem valósan ez a bölcsesség, és ahogy ez most itt kinyílt, és most már így azóta így figyelgetem magam, és azok a dolgok, amikre korábban e, hirtelen pattant volna az a kozmikus tudó, az N betűm. Azt tudom, hogy az N betűm, mert az nagyon nyílhegyes. E, az nagyon éles, és minden, ami, ami ehhez képest torzult, az annak ugye nagyon egyenesen egyből kimondja hogy na ez nem így van a rendbe. Uh, és most, hogy megkaptam ezt a bölcsesség <laughs> sokkal békésebb lettem ettől, uh, megfontoltabb, és hogyha látok olyan, tehát most, most, itt azért kapom a kihívásokat, csak hagytam, hogy kiforja magát, és a, és a teremtői, tehát ez a bölcsesség, ez magától megcsinálja én meg, nekem csak hagynom kellett ezt az egészet. És, és nyugalom volt bennem végig. Tehát nem éreztem azt, mint korábban ezeket a, a... Hogyha, hogyha napközben így beugrott, és eszembe jutott, akkor ugye mindig éreztem egy kis feszülést, és ez a meg kéne ezt oldani, de hogyan oldjam meg. És nem, rábízhattam a bölcsességre. Rábíztam erre a a gyakorlatilag erre a folyékony szeretetbe cseppentett bölcsességre, és ez megoldotta. Nekem csak ki kellett várni, hogy kiforja magát a helyzet, és a maga a bölcsesség energia megteremtette a legjobb minőséget, ahogy ezt meg lehet oldani. Ez valami, ez valami teljesen más létezés, és ez csak egy betű a fehér rend papi közül. És van egy komplett ABCNk. Amivel lehet így működni. És ez még csak a fehér rend papi abc betűi És akkor még képzeljétek el ehhez az összes eredet összes minőségének abc -jét. De jó Isten! Ha ez mind aktívvá válik nem csak a sajátunk, hanem a teljes ABC rendszerek rendszerei, mondjuk úgy, és a mögöttük levő minőségek, hát ez egy teljesen más létezés. Ez csak egy betű és csak a papiból, és ilyen csodára képes.